Start! Start, elindult a nap utolsó futam, ez a Copiat Handicap, trónörökös nehezebben, vagy később ért oda, az Imezu nem kezd igazán erősen, Always Enki BD viszont csak úgy, mint legutóbb, megint nagyon elemében van, viszont már ott van mellette trónörökös, aki hatalmas lendülettel úgy tűnik, hogy hát egyelőre régi önmagát idézve el tud majd menni, vezetni Kelemen Tamással. A favorit ND BB egészen közeli harmadik, majd érkezik Overnight, érkezik Zongorista, Zongorista mögött Sumi, Vadonc SB megy visszafelé, Amaru Shakur, az, aki egy kicsit talán gyengébben tud lábra kapni a favoritok közül, Zimmezú pedig továbbra is a sor végén. De hát ez köszönhető annak is, hogy az írom nem mondható rossznak ebben a kategóriában. Trónörökös előnye 3, 4, 5, 6 hossz is van legalább, amikor egy pör van még hátra. Always Enki BD, Andy Baby, Zongorista, Overnight, Sumi mögött a sorrend. Nagyon lendületesen és szívesen jár az élen trónörökös. Előnye egy olyan jó három hosszra is tehető Always Enki BD-vel szemben, sőt, hát ez akár még több is lehet annál, aztán pedig Andy Baby a következő lovunk mellette. Most mögötte per pillanat Zongorista, de hát ő is elég jól pozícionálja magát, csak úgy, mint Overnight, aztán kis szünet, jön Sumi, illetőleg jön Amaru Shakur, de hát ők sincsenek egyáltalán, nincsenek kiszakadva, egyébként Zimmezum az, aki zárja a mezőnyt jelen pillanatban. Az istáló egyenesnek nagyjából a közepén járunk, trónörökösen most azért már közelítenek, a többiek érkeznek fölfele, elsősorban Andy Babyre érdemes odafigyelnünk, aki ott második spurban jön, de bizony, ott van Overnight is, benyújtja az igényét, egy jobb helyezése mindenképpen. Az utolsó kanyarba érve trónörökös mellette elsétál Andy Baby, és jöhet még akár Overnight, illetőleg Amaru Shakur is. Hát jövöget Overnight, Amaru Shakur is, de hát Andy Baby, aki nagyon gyors versenyben élete formáját futotta legutóbb, nagyon-nagyon könnyedén vezet. Tetszés szerint növeli az előnyét, nehéz elképzelni az alapján, amit most látunk, hogy utol lehetne őt érni. Annál nagyobb lett talán a csata a placokért, bár Overnight is és Amaru Shakur is egészen szépen zárkózik. Akkor, amikor bő 100 méter van hátra, jó 10 méterrel vezet Andy Baby, nem lehet utolérni, szinte teljesen biztos. Jön Overnight a második helyre, jön Amaru Shakur a bronzéremért, teljes papírformát hoz a Copiat Handicap. Andy Baby megszerzi idei első győzelmét, ifjabb Turbut Sándor dupláza mai napon, Overnight a második, Amaru Shakur a harmadik, mögötte érkezik Nagy Ferenc, két idomítottja, Zongorista és Sumi.